Ki a kedvenc bibliai szereplőd? Sámson az erős, vagy Salamon a bölcs, vagy inkább Dániel az alázatos? Jézus szavai szerint lennél inkább galamb, vagy kígyó? Mit teszünk akkor, amikor Jézus olyat tanít, ami nekünk nem tetszik? Tarts velünk március 7 és május 23-a között minden vasárnap este 21 órától a Facebookon és a YouTube-on, hogy együtt fedezzük fel azt, amire Jézus tanít. Örömmel köszöntöm újra a kedves nézőinket és hallgatóinkat a Ki vagyok én ifjúsági sorozat 11. alkalmán. És köszöntelek benneteket is, kedves fiatalok! Ifjúsági sorozatunk utolsó előtti alkalmának lehetnek részesei ma, amikor egy olyan kijelentést vizsgálunk meg a Bibliából, amit Jézus mondott el az egyik legfontosabb beszédében, a hegyi beszédben. Jézus a Máté evangéliumának 5. fejezetében a 39. versben a következőt mondja. Ne szálljatok szembe a gonoszszal, hanem annak, aki arculőt jobb felől, tartsd a másik arcodat is. Miért mondott volna ilyet Jézus? Nem de igazságtalan lenne az, ha kétszer kapnánk ki a gonosztól, nem csak egyszer? Akkor miért cselekedjünk úgy, ahogyan azt Jézus kielentette a hegyi beszédben? Hallgassák meg ma is az előkészített prédikációt, amelyet Mutnyán Rezső Károly lelkipásztor hirdet, és a nagyvárati körzet fiataljainak egy részével vételezett kerekasztal beszélgetését, amelyet a lóránt lelkipásztor és Verebi László lelkipásztor a Fugyi gyülekezetben vezetnek le, hogy egy konkrét választ kapjanak az előbb felmerült, az előbb felmerült kérdésekre, de nem csak. Hallgassák szeretettel! Üdvözöllek benneteket! Köszönöm, hogy a nagyváradi körzet ifjúságának egy részét képviselitek. És elfogadtátok a meghívást a Ki vagyok én ifjúsági sorozat 11. kerekasztal beszélgetésére. Köszöntöm Verebi László lelkipásztort is itt a Fugyi gyülekezetben, és köszönöm, hogy helyet adtatok ennek a kerekasztal beszélgetésnek. Örvendünk, hogy részei lehetünk ennek a programnak. Amint már megszokhattátok és láthattátok március elejétől, olyan iges szolgálatokat hallgattunk meg, és beszélgetéseken vettünk részt a fiatalokkal, amelyek Jézus Krisztusnak olyan mondásain alapultak, amelyekről azt gondolnánk, vagy azt mondanánk, hogy bárcsak ne tette volna meg. Hogyan lehet azokat beteljesíteni, hogyan lehet azok szerint élni? A mai alkalommal is egy ilyen ige szolgálat fog soron következni, és egy olyan igét fogunk megvizsgálni, ami igen-igen nagy kihívás. Azt gondolom nem csak a fiatalok számára, hanem minden ember számára. Mutnyán Rezső Károly lesz az, aki bemutatja az ige szolgálatot. A következő ige alapján a Máté Evangélium a 5. fejezet 38 és 39. verséből. Hallottátok, hogy megmondatott szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is. Hát lássuk, hogy az ige szolgálatban mit tanulhatunk ennek az ige, igének az alapján, és utána majd megbeszéljük együtt. A filmiparban nagyon gyakran felfedezzük azt a többé-kevésbé rejtett üzenetet, miszerint nem lehet megbízni a hatóságok igazságszolgáltatásában. Ezért állj bosszút, te magad! És ez a felfogás megtalálható a mindennapi életben is. Máté 5.38-39-ben, a hegyi beszédként ismert predikációjában, Jézus kielentette. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom néktek, ne álljatok ellen a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordíts felé a másik orszádat is. A romai katonákkal való érintkezések alkalmával, a zsidókkal gyakran megalázó esetek fordultak elő. Judea és Galilea különböző pontjain helyőrségek állomásoztak, elnyomott állapotára emlékeztetve a népet. A zsidók keserű lélekkel hallották a katonai kürtök hangját, s látták fölsorakozni a fegyvereseket a római sasok alatt, amint hatalmuk jelének adoztak holdolattal. Gyakori volt az összeütközés a lakosság és a katonák között. Az is gyakran előfordult, hogy amikor a római tisztviselők katonai kísérettel helységről helységre siettek, kényszerítették a mezőn dolgozó zsidó földműveseket, hogy terheket vigyenek föl a domboldalakon, vagy más szolgálatokat teljesítsenek. Ez megfelelt a romai törvényeknek és szokásoknak. A szembeszegülés pedig ellenséges és kegyetlen bánásmódot váltott ki a romaiaktól. Ezek a konfliktusok felszították a nép gyűlöletét. Szívükben egyre növekedett a vágy, hogy lerázzák a római igát. A nép vágyakozva nézett Krisztusra, remélve, hogy ő hivatott véget vetni Róma uralmának. Jézus szomorúan tekintett hallgatóira. Fölismerte bennük a bosszúállás szellemét, amely az arcokra is rányomta a bélyegét tudta, milyen keserűen vágynak hatalom után, hogy lerázzák elnyomóikat. Ezért szomorúan intette őket. Ne álljatok ellen a gonosznak, hanem aki arcul téged jobb felől, fordíts felé másik orcádat is. Jézus Krisztus határozottan kijelenti, az országának lakosait a bosszúállás hiánya kell, hogy jellemezze. És amellett, hogy nem állnak bosszút, jótékonyaknak is kell lenniük, segítve azokat, akik különféle dolgokat várnak el részükről. Ez a kijelentés sokkolta a hallgatóságot. Első látásra úgy tűnik, hogy ellentmond az igazságosság elvének. Ezért a történelem folyamán nagyon sokan visszautasították ezt. Azonban ezen elv szerint a hívő ember nem ereszkedik le a bántalmazó szintjére, és a rosszra nem fizet rosszal. Jézus hegyi beszédének minden szava csupán az ószövetségi tanítások felújítása volt. Igaz, hogy a szemet szemért, fogad fogért szabály ott állt Mózes törvényében. Ez azonban polgári törvény volt. A lex talionis, ez a büntetés törvényének latin elnevezése, csak a törvényszékeknek szólt, hogy korlátozza az igazságtalanságokat és a visszaéléseket. A egy büntény megbüntetése egy bírói testületnek a feladata, és nem a személyes igazságszolgáltatásra alkalmazandó. Senkinek sem volt, és ma sincs joga, hogy bosszút álljon saját magáért. A nép jól ismerte az Úr ószövetségi utasításait. Hadd idézzek csak négy verset a példabeszédek könyvéből. Ne mond bosszút állok rajta. Nem mond ezt, amiképpen cselekedet én velem, úgy cselekszem ő vele, ha éhezik, aki téged gyűlöl, adj enni néki kenyeret, és ha szomjuhozik, adj néki inni vizet. Mikor elesik a te ellenséged, ne őrülj! Mikor megütközik, ne vigadjon a te szíved! Akit átitatott Krisztus szelleme, az Krisztusban él. Az őtért csapás a megváltott is érinti, aki jelenlétével veszi körül. Bármi éri, nincs szükség arra, hogy ellenálljon a gonosznak, mert Krisztus a védelme. Semmi sem érheti az Úr beleegyezése nélkül, mert tudjuk, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Roma 8.28. Ne álljunk ellent erőszakkal, hanem bízzuk Istenre az igazságszolgáltatást. Fontos megjegyeznünk, ennek a bibliai szakasznak a mondani valója nem az, hogy ellenállás nélkül fogad el a rosszat, hanem az, hogy a rosszra jóval válaszolj. Jogkövetelés és igazság utáni hajszahelyett a mennyi ország, ország polgárainak ettől a világtól keveset kell elvárniuk. Ugyanakkor teljesen meg kell bízniuk Istenbe. Legyenek engedékenyek, és ahelyett, hogy elvennének, mindig igyekezzenek adni. Ám a Jézus parancsolatai iránti engedelmesség Isten ere nélkül lehetetlen. A menny polgárai megtapasztalták a váratlan kegyelem meglepetéseit, és hasonlóképpen viselkednek a körülöttük levő érdemtelenekkel. Krisztus így viselkedett. Ezt az együttérzést és kegyelmet mutatta, így nyújtva példát számunkra. Jézusnak egész földi életében ez az alapelv nyilatkozott meg. Elhagyta mennyei otthonát, hogy ellenségeinek az élet kenyerét vigye. És bár a jászoltól a sírig csak rágalmazás és üldözés volt osztályrésze, mégis a megbocsátó menyei szeretet élt szívében. Golgotai keresztjéről minden időkön át hangzik gyilkosaiért mondott imája és a haldokló latorhoz intézett reménység üzenete. Krisztust az atya jelenléte vette körül. Így semmi sem érte őt, csak amit a végtelen szeretet a világ áldására megengedett. Az volt számára, és ez a mi számunkra is a vigasz forrása. Pálapostól szintén leírta, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen. Ugyanakkor azt is kijelentette, hogy amikor az Úr megjelenik az égben tűznek lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent. 2. Thessalonika 1.8 a romai keresztényeknek pedig ezt írja a levele 12. fejezete 17-től 21. terjedő versében a revidált Biblia fordítás szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyiben tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. Végtelen bölcsességében és kegyelmében Egyedül az Úr képes egyszerre igazságot szolgáltatni és bosszút állni, teljes egészében igazságosan. Az emberi igazságszolgáltatás és bosszúállás emberi hibákkal, hiányosságokkal és következetlenségekkel társul. És egy igazságnak azonban természetesen nincs ilyen korlátja. Ezért bízzuk rá magunkat. Ez a legbölcsebb döntés, amit meghozhatunk. Az ige hirdetésben elhangzott az, hogy mi a filmipar rejtett üzenete, azzal a gondolattal kapcsolatosan, ami a bosszúállást vagy az igazságszolgáltatást illeti. Miről hallhattunk, vagy mit értettetek meg ti az ige szolgálat során, mi a jelentősége a mi számunkra? Az igahirdetésben szó esett arról, hogy bizonyos filmeknek van egy mélyebb, egy úgymond rejtett üzenete is. Ez az üzenet pedig az, hogy ha megsértenek minket, vagy ha igazságtalanul bánnak velünk, akkor azt oldjuk meg mi magunk. Ne várjunk a hatóságokra, mert ők vagy nem tudják a dolgokat, vagy korruptak, vagy nem akarnak foglalkozni a mi ügyünkkel. De sajnos, hogy ennek van egy hátülütője is, mégpedig az, hogyha Haragot táplálunk a mi szívünkben, akkor az nem csak ránk hat ki. Kihat a körülöttünk lévő emberekre is, ugye a családtagokra, barátokra. Mert hogyha bosszú állás van a mi szívünkben, már csak a gondolat is, hogy bosszút álljunk, már az Isten fölé, Isten fölé helyez bennünket. Mert mi a, mi szeretnénk az igazságosztók lenni, és nem hagyjuk rá. Mint ahogy az igenérdetésben is elhangzott, a bosszúállás vagy igazságszolgáltatás, az nem a mi dolgunk, és jogunk sincs hozzá. És ha, ha mégis bosszút állnánk embertársunkon, abból nyilván semmi jó nem következne, és az is meg lehet, hogy ami ilyenkor egy emberben dű tombol, az még olyan tettekre is készítheti, amely súlyosabb, mint amit ellenünk tettek. Emiatt komoly büntetést is szabhatnak ki ránk a hatóságok, és következ ebből következően együtt csak Isten tud bosszút állni, vagy igazságot szolgáltatni rossz következmények nélkül. Még ennél a kérdésnél szeretném, hogyha időznénk. Már elmondtátok, hogy szereti a ma embere kezébe venni a, a problémájának a megoldását, akkor is, amikor... Talán lenne, aki megoldja helyette, de ő akarja megoldani. Miért gondoljátok, hogy ez, ez jelen van, és inkább jelen van ma a társadalomban, vagy a, vagy a fiatalok körében, egy iskolában, vagy egyetemen, akkor tudjuk azt, hogy lehet az iskola tanácsa és igazságot tudna szolgáltatni, de azt nem képesek megvárni a, a kemény fiúk, vagy azok, akik nagyon erőteljesek. Hova vezethető vissza ez a hozzáállás, hogy látjátok ti, Manapság a főleg a fiatalok, és nem csak a fiatalok körében, az az elterjedt mód, hogy tehát ő maguk számolnak le, tehát az a biztos, amit, amit ők adnak vissza, mert sokszor az nekik, tehát magának a, a bántott személynek az, az jó, amit a... Egy nagyobb elégtételt ad szerinted ez, hogyha a sértett fél tudja elrendezni a. Hát igen, magának a, a saját lelkének, hogy na, na azt visszaadtam. Tehát, uh -huh. Mert nagy, nagy részben nincsenek, nincs azon a szinten a büntetés, amit ő elvárna uh -huh. visszafele. Köszönöm. Hát valahogy így érezhették magukat a zsidók is Jézus korában, hiszen a római iga alatt éltek, a római elnyomás alatt, és őket a bosszúállás lelkülete táplálta, mondhatjuk, ha nem is mindenki, de ez jellemezte általában a hangulatot, hogy valahogy kitörjenek a római iga alól, és aztán majd ők is megmutatják, és átveszik az uralmat, és akkor lesz igazából az úrországának a megalakítása. És Jézus Krisztus egy olyan lehetséges személy volt az ők számukra, aki ezt képes lett volna nekik megvalósítani. Csak hogy Jézusnak nem ez volt a szándéka, igaz tudjuk, hogy ő nem egy földi országot akart megalapítani, hanem egy mennyei országot alapított meg és meg is valósította. És éppen ezért állítja szembe az Ószövetségi szemet szemért fogad fogért kifejezést azzal, hogy fordítsd az orcádnak a másik felét is oda, hogyha megütik a megütnek előzőleg. Hogyan egyeztethető össze véleményetek szerint ez a két bibliai kielentés, egyiket Mózes, másikat Jézus Krisztus tette meg? Amint a prédikációban is hallhattuk, maga a Mózes által kiadott törvények, a véghezvitele a törvényhozónak a kezében voltak. Amit pedig Jézus mutatott nekünk, az egy krisztusi lelkülettel felruházott embernek a viselkedése volt. Ez a kettő nem volt tulajdonképpen egy ellentétben, egyszerűen csak különböző személyekhez szólt. A törvényeket a törvényhozó kellett felhasználja, és igazságot teremtsen konfliktus helyzetben, és néző szavai pedig most is hozzánk is szólnak, mivel még mindig aktuálisak. Más valaki, hogyha elmondaná a gondolatát ezzel kapcsolatosan? Azzal, hogy odafordítjuk a másik orcánkat is, meglepjük ellenségünket, mivel ő arra számít, hogy mi is erőszakkal fogunk reagálni a bántására. De Jézus ezen példájával tudunk szerintem igazán győzedelmeskedni. Krisztus evangéliumi tanítása tökéletes összhangban áll az ószövetségi profét, proféták tanításaival. Az ószövetségi proféták is épp úgy Krisztus küldöttéként szolgáltak, mint ahogy az új szövetségi apostolok, és így szerintem nincs ellentmondás a két tanítás között. Azt gondolom, hogy úgy a múltban, mint a jelenben is nagyon sokan azért döntenek amellett, hogy saját maguk szolgáltassanak igazságot, mert nem bíznak a törvényhozatalban, mert azt gondolják arról, hogy korrupt, hogy ez igaz vagy nem, ez vitatható. Egy olyan világban élünk, ami, ahol bármi megtörténhet. De a kérdés az, hogy ebben az esetben is Jézus Krisztus tanítását követnünk el, amikor tudjuk azt, hogy a törvényhozói szerv nem fog igazságot szolgáltatni, akkor is Jézus tanítása szerint kell viselkedjünk. Tehát gondoljunk csak bele, maga Jézus Krisztus is mennyire, szem, mennyire igazságosan szenvedett itt a Földön. Tehát úgy mondan, modern szavakkal, hát korrupt módon gyalázták és ölték meg. De tudjuk, hogy ez ő jött, ő vállalta, mi mit mi miattunk, de ahogy Máténál is olvassuk, hogy boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket. Tehát Isten nekünk ebbe példát mutatott, hogy ha most, hogyha még ha nem is kapnak elégtételt az ő bűnükre, akkor is nekünk ki kell formálnunk azt az isteni, jellemet, amivel ezeket el tudjuk viselni, annak ellenére, hogy a másik nem kapja meg a méltó büntetését azonnal. vagy. ezt így nagyon jól elmondtad, és elmondani azt gondolom, hogy sok mindent el tudunk mondani, de hogy? Hogyan lehetséges nem beleesni a bosszúállás kísértésébe, nem engedni annak a kísértésnek? Hogyan lehet gyakorlatilag az ember, hogy visszafogja magát, és bízzon abban az igazságszolgáltatásban, amiről gyakorlatilag azt gondolja, hogy fog sikerre menni az ő szempontjából, szemszögéből? Hát itt ö, elsősorban nekünk bízni kell, hinni kell, és Istenhez fohászkodni és tőle kérni erőt, hogy ez le tudjuk győzni akkor abban a pillanatban, amikor benne vagyunk, mert ez, ez mindig olyan váratlanul ér az ilyen helyzet bennünket és akinek nincs egy egészséges kapcsolata Istennel, akkor kevésbé tud helytállni ilyenkor. Ki lehet gyógyulni a bosszúállás lelkületéből? Szerintem nekünk elsősorban kérnünk kell Krisztusnak a segítségét abban, hogy ne akarjunk mi magunk bosszút állni azokon, akik ellenünk rosszat tettek. Hisz nekünk, mint hívő embereknek példát kell, vagy legalábbis kellene mutatnunk. Nem csak a barátok társaságába, a család, de a munkahelyen is. Hisz előbb vagy utóbb Krisztus megígérte, hogy bosszút áll az övéjén. Ha magunkévá tesszük Krisztus lelkületét, akkor a mi életünk meg fog változni, más lesz a beszédünk, a cselekedetünk, a viselkedésünk, és ekkor már mi is pozitív emberekként nézhetünk másokra, és pozitív emberekként nézhetnek ránk is. Könnyű vagy nehéz Krisztusi lelkületre szert tenni, illetve minden bizonyal lehetséges, de hogyan, hogyan lehetséges ezt megvalósítani, megélni az életünkben? Vannak-e tapasztalataitok ezzel kapcsolatosan? Szerintem ez egy életnek a munkája. Minden egyes perce szükségünk van az életünkből. Én mikor uh, tudatosan elkezdtem olvasni, majd tanulmányozni a Bibliát, kitűztem egy célt magam elé, hogy mire 18 éves leszek, el kell jussok a tökéletességre. Hát voltam 14 éves, és volt négy évem rá, hogy eljussok a tökéletességre, mert hiszen Isten is azt mondja, hogy legyünk tökéletesek. És nem értettem azt, hogy azok az emberek, akik olvassák a Bibliát már 10, 20 vagy 30 éve, miért küzdenek még mindig? türelmetlenséggel, vagy a haragjukkal. És most itt vagyok 21 éves, és még mindig nem jutottam el oda. Még mindig van mit letenni a rossz szokásokból. De ami az a számomra is, hogy, és szerintem mindenki számára, hogy Isten életbe hagyott, életbe tart engem is minket, és um, arra, hogy az ő lelke ilyen bennünk. Minden uh, percet használjunk ki apró léptekkel, fokozatosan. De ami a legfontosabb az az, hogy folyamatosan, mert ez az egész egy folyamat. Hát nem mondhatjuk azt, hogy könnyű ezt a Krisztusi lelkületet elnyerni, mivel az ellenség kitartóan és nagy erőkkel dolgozik azért, hogy ne vágyjunk egy Krisztusi lelkület elnyerésére. De biztos vagyok benne, hogy ha hittel imádkozunk ezért, akkor Isten csodát tesz a mi életünkben, és megkaphatjuk a Krisztusi lelkületet. Én elég gyakran járok focizni, és néha a játék közben az indulatosság is felmerül, és többször is lerúgnak akarattal játék közben. És sokszor bennem van az, hogy visszaadjam nekik a szabálytalanságot. Nagyon nehéz megállni, hogy ne tegyek semmit, sőt, még nehezebb jóval visszafizetni. Valamilyen szinten itt is felmerül a bosszúállás fogalma, mivel sokszor bennem van az, hogy visszaadjam nekik, ahogy levente is mondta. És szerintem itt is az a megoldás, hogy Istenhez kell imádkoznunk, hogy legyőzhessük az ő segítségével a gyengeségeinket. Nagyon tetszett ez az élő példa, és talán még ennél a kérdéskörnél időzve van-e ilyen más véleményetek vagy tapasztalatotok azzal kapcsolatosan, hogy milyen is a bosszúállás, hogyan lehet bosszút állni, milyen élethelyzetbe áll elő egy ilyen érzés. És szeretnék itt nagyon konkrét dolgokra utalni, vagy hallani tőletek egy-két ilyen dolgot, ahogy például itt a a focizás közbeni esetet is hallhattuk, hogy milyen körülmények között áll elő a bosszú állás, vagy hogyan lehet bosszút állni? Bennetek feltör időnként ez az érzés? És hogyha igen, akkor mit terveztek magatokban, vagy a kísértő mit hozzá hogy akkor ezt most ezt így kellene megtenni? Van ilyen? Szerintem ez soha nem úgy jön elő, hogy most akkor úgy kezdem a napomat, hogy ma bosszút állok valamint. Szépen nyugodtan, esetleg Isten elkezdem a napomat, és minden szépen megy. És általában akkor jön az, hogy valami, valami rosszul sikerül, de persze direkt módon a sátán úgy teszi, hogy valami rosszul sikerüljön, vagy elkések, vagy, vagy nem indul el valami. Ha nem figyelek fel arra, hogy lenyugodjak és imádkozzak Istenhez, akkor felboríthatja az egész napomat, és dűvel végezhetem a napomat, és azzal feküdhetek le. És már teljes mértékben elronthatja ez az egész lelkületet. Az igazszolgálatból megkaptuk a legjobb tanácsot, hogy bízzuk Jézus Krisztusra azt, hogy az igaz, igazságszolgáltatást elvégezze. Miért? Miért érdemes Krisztusra bízni ezt a feladatot? Hát ö, Isten mindenkire annyi terhet ad, annyi terhet enged meg, amennyit ő el tud hordozni. És persze ez ő, ő is segít ebben. De itt a mi dolgunk az, hogy kérjük, és higgyük, hogy ő meg fog segíteni, és ki fog hozni bennünket, bármi is érjen bennünket. De ugyanazt, a, hogyha hogy tud védelmet nyújtani nekünk a maga az igazságszolgáltatása Istennek sokszor nekünk nem a legészszerűbb döntés abban a helyzetben, vagy akkor jelenleg, mert Isten ugyanúgy a bántó és a bántott fél részére is az üdvösségi tartja a legfontosabbnak, és ő úgy alakítja, hogy mind a kettőnek legyen esélye örök életet nyerni. Nagyon szép gondolat. Más személynek, ha van véleménye ezzel a, erre a kérdésre? Ő megígérte, hogy az övét megőrzi, bármi is legyen ezen a földön, legyen most ez a jelenlegi Covid helyzet, vagy bármilyen más. Az övéit megőrzi, bármi érje minket. Nekünk úgy gondolom, hogy néha szükségünk van arra, hogy megpróbáltatás nehézség érjen minket, hogy ezáltal edzettebbek, erősebbek legyünk. Azért kell Istenre bíznunk az igazságszolgáltatást, mert ő könyörülettel teszi. Ha mi a kezünkbe vennénk az igazságszolgáltatást, akkor ezt hibákkal együtt tennénk, és úgy gondolom, hogy az nem, úgy, nem olyan mértékben lenne igazságot szolgáltatva, mint ahogy azt Isten elvárja. Az igazságos szolgáltatás egyébként is úgy is el fog jönni, mert Istennek az igazság a védjegye, úgymond, és nem szereti a, bűn, tehát úgyis a bűngyűlölete és erős. Úgyhogy. Nem gondoljátok azt, hogy amikor Jézusnak tanácsára hallgatunk, és odafordítjuk a másik arcunkat is, akkor egyet értünk a rosszal, és a rosszat támogatjuk, és a rosszal egyet értünk, beleegyezzünk? Egy történetet szeretnék elmondani. Egy adventista család beköltözött egy faluba. Mikor az emberek észrevették, hogy milyen az életük, más az életük, más a beszédjük, más napot tartanak, nagyon megutálták őket, és eldöntötték, hogy ha szép szóval nem mennek el a faluból, akkor másnap reggel összegyűlnek, és elkezdik leszedni a házukról a tetőt. Természetesen reggel összegyűltek, elkezdték szedni a tetőt a házról, a cserepeket, és az adventista család az ajra megébredt. Mikor látták, hogy mit tesznek az emberek, leborultak és imádkozni kezdtek. Kérték Istent, hogy adjon egy bölcs gondolatot, hogy mit tudjanak tenni ebben a nehéz helyzetben. Az imádság után felálltak, és egy gondolatot kaptak, hogy mi lenne, hogyha készítenének egy bőséges reggelit, és meghívnák az embereket. Elkészítették a reggelit, megterítették az asztalt, és a családfő kiment és jó reggelt kívánt az embereknek, és megkérte őket, hogy fáradjanak be, mivel ő és a felesége készített egy bőséges reggelit, hogy együtt elfogyasszák. Az emberek csak nézték, azt hitték, hogy gúnyolódnak vele, hogy viccelődnek, hát mi szedjük neked a tetőt a házról, és te azt mondod nekem, hogy gyere be, hogy reggelizzünk. De ez az ember csak nem hagyta be, és kérlelte őket. Az emberek leszálltak a létrákról, Leszálltak a földre, és csak bementek, de csak kíváncsiságból. Mikor beléptek a házba, észrevették, hogy az asztal meg volt terítve, és asztalhoz ültek. A családfő egy imát mondott az ételért, és azt mondta, hogy azt kérte az Istentől, hogy adjon erőt ezeknek az embereknek, hogy eddig dolgoztak, de legyen erőjük az egészet leszedni. Miután elmondta az imádságot, aztán az emberek neki kezdtek enni. Természetesen nagyon elszégyelték magukat, hogy mit tettek, és az egyik megszólalt, és azt mondta, tudod, én úgy látom, hogy a te tetőd olyan régi, gyere fogjunk össze, mi segítünk téged anyagiakkal, jövünk, és mi felhúzunk neked egy új tetőt erre a házra. Most feltevődhet az a kérdés is, hogy mi lett volna, hogyha ez az ember kiment volna? Elkezdte volna őket szídni, káronkodni, vagy megdobálni? Akkor biztos, hogy ezeknek az embereknek egy, egy rossz gondolatuk lett volna az adventistákról, és azt hitték volna, hogy ezek az emberek ilyenek, és semmivel nem különbek, mint más. Bár Bárcsak tudnánk így viszonyulni az élet különböző nehéz helyzeteihez. Az az igazság, hogy az emberek ezzel vannak megszokva, hogy rosszra, rosszal fizessenek nekik, és tőlünk is ezt várják. De hogyha mi egy más, más hozzáállást mutatunk nekik, mint a család a történetben, akkor ezzel megtörjük a rutint, és ez nekik feltűnik, és ha nem is mindig sikeresen, de kérdéseket idézhetünk fel bennük, és esetleg érdeklődést is Isten iránt. Nincs meg annak a veszélye, hogyha így viszonyulunk. Hát itt egy, egy nagyon szép ideált állítottatok fel, bárcsak igaz lenne, ami a családnak a viszonyulására, a viszonyulását illeti, de nem gondoljátok, hogy ha ez így megtörténik többször egy hívő ember életében, akkor folyamatosan kihasználják, és akkor így rossz irányba terelődik az evangéliumnak a bemutatása? Itt talán egy olyan gondolat merül fel valóban, hogy az ember folyamatosan meghajtja a fejét mindenkinek, és az emberek ugyebár rászokhatnak erre, és akkor kihasználják az embert. Nem azt jelenti, hogy naivaknak kell legyünk, hogyha mi Isten gyermekei vagyunk. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy, hogy az, hogy segítőkészek vagyunk, ez nem jelenti azt, hogy már engedhetjük magunkat, Kiszolgáltatni bármilyen körülményeknek. Ha én is egy szemléltessem ezt, emlékszem, még fiatal voltam, és a Nagyváradi Szószéken hangzott el egy igéhirdetés keretén belül egy érdekes történet, amiben egy, amiben egy uh, uh, híres boxolóról volt szó, egy fekete bőrű boxolóról nagy sikereket élt meg, és hát egy idő után uh, valami úton módon, de megtért és prédikátor lett belőle. És már nyugdíjas prédikátor lett, és egy ilyen nyomor negyedben ment, hogy végez a szolgálatát, és három fiatal suhanc megállította, és hát pénzt követelt tőle, és ha nem, akkor megverik. És akkor próbálta jó szóval eltéríteni őket a szándékuktól, de ők csak kitartottak, gúnyalódtak, mint ahogy nagyon sokszor az ilyen istentelen emberek, és hát az egyik többek között arcul csapta. És hát az idős prédikátor akkor így váratlan módon odafordította a másik arcát is. akkor fiatal nézte, hogy van ez, hát akkor adott oda is egy, egy pofont. És akkor a, még egyszer oda tartotta az orcáját. Oda is adott egyet. Megint megfordította, már a negyedik pofont kapta, és a fiú úgy belejött, hogy már akarta az ötödiket adni, és akkor a prédikátor hogy elkapta a kezét, és azt mondta, hogy fiatalember, a négy evangélium lejárt. Térünk vissza az Ószövetséghez. Szemet szemét fogad fogért, és hát jól elverte mind a hármat, hogy bár boxoló volt, és még jó erőbe volt. Tehát nem azt mondom, hogy ezt a példát kell kövessük, hogy egy darabig hagyjuk magunkat, és akkor utána pedig na majd most mi megfizetjük, visszatérünk az Ószövetséghez. De tényleg van határ, amit a Jóisten sem enged meg. Egy bizonyos határig megengedi a bűnt is, megenged embereknek dolgokat, de hogy mi Isten gyermekei vagyunk, ez nem azt jelenti, hogy kell engedjük magunkat kiszolgáltatni, bármit tehetnek velünk, mert mi, mi ezt meg kell engedjük, mert mi hívők vagyunk. Tehát nincs erről szó. Mondjuk nekünk az a hátrányunk, hogy nem vagyunk boxolók, de lehet, ha azok lennénk, akkor sokkal rosszabbul végződne ez a történet, és olykor lehet szégyent hoznánk a Jó Isten nevére. Egy nagyon jó illusztráció volt, példa volt. Tehát vannak jogaink nekünk is, viszont kell lássuk azt, hogy a határ, hol van a határ, és meddig mehetünk el akkor végül is ezeket a jogokat gyakorolva és ezekkel élve, mit jobb szem előtt tartani a menyei vagy a földi igazságszolgáltatást, és miért? Hívőként ki kell álljunk az emberi jogaink mellett, de mivel még itt a Földön sátán uralkodik, ne sokat várjunk az itteni igazságszolgáltatástól, inkább bízunk az Úrban, mert ő tud csak egyedül valódi igazságot szolgáltatni. Nyilván ehhez kell türelem kivárni, és ez jó példa a Zsoltárok 37, 6 8-ig terjedő versei. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az úrban, és várjad őt, ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsése, arra, aki János tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedéseket, ne bosszankodjál, csak a rosszra vinne. Sajnos nem könnyű az úra hagyni ugye, a dolgainkat, és mi próbáljuk meg kivívni a mi kis igazunkat, de szerintem jobb, ha türelmesen ugye megvárjuk, hogy a jó Isten uh, vigye véghez a, a, tervét, úgymond, hogy a bosszú álljon helyettünk, vagy hogy megfizesse ugye a rosszat. Uh, ott van például Ámrahámnak az esete, amikor ugye nem volt elég türelme, hogy kivárja a, az Úrnak a vezetését, és ugye még a mai napig tart az arabok és az idők között a, a háború. Véleményetek szerint Jézus Krisztus, amit prédikált ebben a témában, milyen esetekben, vagy hogyan tudta ezt bemutatni, megélni nekünk, az akkori embereknek, akik abban az időben éltek? Miért fontos szem előtt tartani ezt a szempontot is, hogy Jézus azért, amit mondott, azt be is töltötte? Ha mi is megtapasztaljuk Isten megbocsátását és kegyelmét, akkor nekünk is ezt kell gyakorolnunk. Mert hogyha elfogadtuk ezt a kegyelmet, akkor költözött Isten lelkülete igazán a szívünkbe. És a Jézusi példa ad rá erre ö, példát nekünk, úgymond. Ö, ő nem rágalmazott. Elmondta az igazságot, de sosem ö, adta vissza az ellenére irányuló bántásokat egyszer eljön majd a bosszúállásnak is az ideje, de az nem a mi előjogunk lesz. Mondhatjuk azt, hogy a bűneset alkalmával az Isten, hogy a lelkét is kitette és elmagyarázott mindent Ádámnak és Évának, ők mégis bizonyos értelemben visszaéltek Isten szeretetével. Hogyan viszonyult a jó Isten? Ugye mondhatjuk azt, hogy bosszút is állhatott volna rajtuk, abban az értelemben, hogy magukra hagyja őket, de mégis másképpen cselekedett. Miért? Mit tett? Szerintem ebben a szituációban mutatta meg úgy igazán, hogy ki ő. Mivel tényleg joga lett volna, hogy utáljon rajtuk, hogy eltörője az embert a föld színéről, és pontosan az ellentétét tette. Felruházta végtelen szeretetével, irgalmával, és még a saját fiát is odaadta érte csak azért, hogy az ember élhessen. Tudjuk azt, hogy a történelem végén a Jóisten Isten, bizonyos értelemben, mondhatjuk így is, bosszút áll majd sátánon, az elbukott lényeken, és azokon az embereken, akik nem engedtek a szentileg hívó szavának. Mit tudunk elmondani akkor a Jó Istenről majd akkor, abban a helyzetben, akiről azt is olvasjuk az ígében, hogy teljes kegyelemmel és igazsággal Hát a kegyelem az mindenki számára meg volt adatva, ugyanúgy embereknek, a sátánnak és a, az elbukott angyaloknak. De úgymond az igazság, az még csak majd ezután fog következni, úgymond a, hát az igazságnak a, a vég tétele, mivel a büntetés sátánra és az angyalokra nem a kegyelmük lejárta után rögtön következett be, mert az egész világ mindenség kellett lássa ö, sátának az világát, a gyümölcsét, annak, amit ő elképzelt, hogy jó lenne. És mind nekünk embereknek maga az ezer év során, tehát azért szükség lesz az az ezer év, hogy felül tudjuk mi is bírálni, úgymond Istennek a döntéseit, hogy lássuk meg, hogy igazságosan döntött, miért nincsenek ott valakik, vagy mi miért vagyunk egyáltalán ott, ha ott leszünk. És ez az ezer év külön sátánnak is arra szolgál, hogy belássa, és ő is meghajoljon Isten előtt, az ő igazsága előtt így záró gondolatként kérdezem a lelki pásztorotokat, hogy akkor mit kezdjünk a bosszú állással, mi, mint fiatalok, hogyan próbáljuk meg ezt a helyzetet kezelni, hiszen egy, talán egy naponkénti kihívás, kísértés minden ember életében, és a fiatalok életében lehet annál is inkább egy mondatban, hogyha zárnánk a mai beszélgetést egy ilyen jó tanácsal a részedről. Az élet az egy küzdelem, és sátán ellen kell küzdjünk, de van egy jó segítőnk, Jézus Krisztus, aki példát adott az ő életében, hogy át szemben az emberek és sátának a bosszváló lelkületével, tehát az az indulat legyen bennünk, ami Krisztusban volt. Ez nagyon fontos erre, erre összpontosítani. De és ugyanakkor, hogyha az ő segítségét kérjük, akkor bizonyára, hogy győzelmeskedhetünk a mindennapi nehézségek közepette de az egy nagyon szoros kapcsolat kell a Jóistennek közöttünk, és ő közötte legyen. Nekem kedvenc ígém, a Galata 2.20, Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többei nem én, hanem ébben nem a Krisztus. Erre törekedjünk, és akkor hiszem, hogy a kellő egyensúlyt meg tudjuk majd találni a mindennapi életünkben. Köszönöm nektek, hogy elfogadtátok a meghívást a Váradi Körzet ifjúságának egy részének. Hogy Isten áldjon meg benneteket is, bennünket is, hogy ne legyünk bosszúállóak, hanem Jézussal járjunk és maradjunk kapcsolatban ővelen minden nap. Turmezei Erzsébet a legnehezebb kérés. Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha nehéz órák jönnek, és az örömködbe vész. Ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok eltörtelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék, atyám, ne, ne, miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha érthetetlen előtte az út. Sírva tesz fel kínzó kérdéseket. Én Istenem, hát ez a szeretet? Aztán elcsitul. Bocsáss meg, atyám, te szeretsz engem híven, igazán. Kínban vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani, ne csak szájjal, ne csak szívvel mondani, ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek, de merre te vezetsz, bátran mehetek. És mindennapi kérésem az marad, ad, hogy csupán téged óhajtsalak. Legyen akaratod, ha nap nevet, legyen akaratod, ha étemet, legyen most és mindörökké az. Fogd meg a kezem, Fogad el a szívem, ha útam célját el is takarod, Uram, legyen meg a te akaratod. Köszönjük a kedves nézőink és hallgatóink megtisztelő figyelmét, hogy végigkövették egy újabb elmélkedést Jézus Krisztusnak egy olyan kijelentéséről, amelyet akár meg is kérdőjelezhetnénk. Vannak olyan kijelentések a Bibliában, amelyek első olvasásra talán nem érthetőek. A mai kijelentés is egy ilyen volt. De a prédikáció és a fiatalokkal megvalósított beszélgetés alapján elmondható az, hogy Jézus tanítása csak jót tud eredményezni ha alkalmazni próbáljuk az életünkben. Persze szükséges egy kis bölcsesség is ahhoz, hogy egy személy megtalálja az arany középutat, hogy mi az, amit megengedhet valakinek, és mi az, ami már feszegeti a határt. De ez sem megvalósíthatatlan, ugyanis az Úr ilyen téren is válaszolni tud az imáinkra. A mai alkalom a 11. része volt a Ki vagyok én című ifjúsági sorozatunknak, már csak egy rész maradt hátra, amire nagyon sok szeretettel visszavárjuk Önöket. De addig is minden jót és sok áldást kívánok a kedves nézőinknek és hallgatóinknak. A viszontlátásra! Ki a kedvenc bibliai szereplőd? Sámson az erős, vagy Salamon a bölcs, vagy inkább Dániel az alázatos? Jézus szavai szerint lennél inkább Galamb, vagy Kígyó? Mit teszünk akkor, amikor Jézus olyat tanít, ami nekünk nem tetszik? Tarts velünk március 7 és május 23-a között, minden vasárnap este 21 órától a Facebookon és a YouTube-on, hogy együtt fedezzük fel azt, amire Jézus tanít.